A II. Világháború és a holokauszt során szörnyű tragédiákat szenvedtek el a zsidó emberek. Az emlékezés 80 év után is kiemelten fontos. A botlatóköveket elhurcolt szekszárdi zsidók utolsó szabadon választott lakóhelyeikhez helyezték el. Örök emléket akarunk ezzel állítani, illetve hát a német művésznek annak idején ez volt az elve, hogy örök emléket állítson a későbbiekbe a város polgárai, vagy kötelepülés polgárai számára. Tudassa, hogy ilyen népirtás volt, és hát sok száz darabot el lehetne helyezni Szekszárdon is, mert Szekszárdon is a környékkel együtt 600 áldozata volt a holokausznak, de jelentősebb tevékenységet végző polgáraink háza előtt kerül elhelyezésre, Szekszárdon a szám szerint 6 darab és 4 helyszínen. Ebben 6 darabban az első, itt ahol most állunk, a volt zsinagóga, a művészetek háza előtt a Dr. Rubinstein Mátyás főrabbi úr emlékére. 80 év után fontos megemlékezni a magyar. Egyrészt ezek az emberek származásukért életüket adták. Családostól. Nem is a mi emlékezetünk, hanem inkább az, hogy a fiatal korosztályt emlékeztessük arra, hogy semmilyen indokból, sem származási, sem vallási, sem politikai, semmilyen indokból ilyen népirtás többet ne történhessen be, hiszen tudjuk, a holokausznak összességében Európa szerte 6 millió áldozata volt. Az elnök úgy véli, a zsidó közösségek legfontosabb feladata a fennmaradás. A zsidóságnak a 90%-át elpusztították a holokausztba, tehát a zsidó közösségeink azok nagyon, nagyon kis létszámmal tudnak működni, nem is mindenhol. Például Tóna megyében egyedül Szekszárdon van hitközség. Hozzáteszem, hogy Paks-Bonyháda sokkal nagyobb zsidó létszámú település volt, mint Szekszárd, de országosan is ez a helyzet. A pesti zsidóság egy jó része tudott megmenekülni, a vidéki zsidóságot majdnem teljes egészében hát gyakorlatilag kiirtották. A megemlékezésen köszöntőt mondott Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is. Úgy fogalmazott, a botlatókövekkel a mindennapi emberhez is közelebb tudják vinni a megemlékezés fontosságát. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy talán idáig a világon még ilyen esztelen népirtás, mint a holokauszt során nem volt. Ezáltal fontosnak tartjuk, és nagyon örülünk annak, hogy összefogással ezek a botlatóköveknek a lerakása, lehelyezése meg fog történni a délelőtt folyamán, mert emlékeznünk kell, mert gyakorlatilag elismert gazdasági polgárai voltak Szekszárdnak, és én úgy érzem, hogy ezzel is tartozunk és kötelességünk. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja április 16-a. Ez nem csak a zsidóknak, hanem a társadalom minden humánus embere számára fontosnak kell legyen, mondta Grósz Andor. Jelképes ez a hely, a művészetek háza Szekszárdon, az az épület, amely korábban zsinagógaként működött. Annak a közösségnek az épülete ez, az a közösség emelte ezt az épületet Isten dicsőítésére és dicsőségére, amely itt élt 1944-ig több százas létszámban. A történelmi vihara elsodorta ő ezeket az embereket, ezeket a családokat, öreget, fiatalt, aggastyánt, és nem maradt utánuk más, csak az emlékezet. Ezért jöttünk ide, hogy emlékezzünk ezekre az emberekre, többek között úgy, hogy nyolcuknak botlatókövet állítunk itt a városban, azért, hogy az arra járók egy pillanatra megálljanak, és gondoljanak rájuk, hogy voltak itt olyan emberek, akik a városért éltek, dolgoztak, becsületesen, tisztességgel ki a tehetsége szerint. A botlatókövek elhelyezési programjában Magyarország 2007 óta vesz részt. Ennek során több mint 700 ilyen tárgyat helyeztek el országosan. Tolna vármegyében Bonyhádon, Dunaföldváron, Decsem és több vármegyei településen, most Szekszárdon is.